Akkor nagy-nagy szeretettel mutatom be nektek meghívott előadónkat, professzor dr. Papp Lajost. Hálásak vagyunk, hogy elfogadta a meghívásunkat. Gondolom, nagyon sokaknak nem kell bemutatni a professzor urat, azonban mégis egy pár fontos momentum professzor úrról. Széchenyi díjas szívsebész, a Pécsi Tudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, Tudományi Egyetem állami orvosi karának alapított szívgyógyászati klinika korábbi igazgatója. A zalaegerszegi kihelyezett szívsebészeti tanszék létrehozásával, illetve a szívsebészet kardiológiai osztály megszervezésével bízták meg a Zala megyei kórházban. A Kaposvári Egyetem emirátus professzora. Tudományos munkássága nemzetközi hírű. Számtalan publikációja jelent meg a világ kiemelkedő szaklapjaiban. Eddig 10 könyve jelent meg hitvallásról, gyógyításról, 24 díjjal és elismeréssel illették munkásságát. Több évtizedes kutatói és klinikai tapasztalatait, tudását ötvözi a holisztikus gondolkodással és az elfelejtett évezredes népi bölcsességekkel. Előadásának címe Gyógyítás szívvel, lélekkel. Fogadjátok nagyon sok szeretettel professzor dr. Papp Lajost. Először is lesz egy kérésem. Engem ne tapsoljanak meg. Én azért jöttem el önökhöz, hogy azt a kegyelmet, amit a Jóistentől kaptam, tudást és tapasztalatot megosszam önökkel. Elnézést fogok kérni, hogy nem állva tartom az előadást, de én, mint becsületes gyógyító, fölvettem a 3 védőoltást, legelsők között, és tavaly január 1-én elsői ünnepi ebéd után a lázam 41,5 fokos volt, estére elvesztettem az eszméletemet, orvos feleségem se pulzust, se vérnyomást nem tudott mérni, 2 napig nem volt tapintható pulzusom és vérnyomásom, de én előtte megtiltottam a feleségemnek, hogy kórházba vigyenek. Ez látszólag ellentmondás, de talán elmondhatom, hogy én mindenben elfogadom a Teremtő Úristen kegyelmét. Ha engem hív, én örömmel megyek. Állva elmondom, hogy az elmúlt 25 évben 5 infarktusom, 9 beavatkozás volt a szívemen, és az 5. infarktusom a rendelőmben tudott elérni, és pontosan tudtam, hogy melyik ág záródott el, és azt is tudtam, hogy ebben az esetben maximum 1,5-2 órát kell a földi létben még szenvednem. És én kértem a Jóistent, hogy fogadjon magához. De nem haltam meg, és ahogy megy az idő, gondolkodtam, ha a Jóisten azt akarná, hogy fölmenjek, akkor már régen ott lennék. Ha nem haltam meg, és 5 infarktust túlélek, akkor a Jóisten azt akarja, hogy még dolgozzam, én még oda nem mehetek be, azért meg kell dolgozni. Én ekkor tudtam kimondani, hogy Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, legyen meg a te akaratod. És mindenben próbáltam eljárni, hogy tudjam szolgálni a családomat, a betegeimet, a magyar embereket, és a világ minden táján lévő embereket. Ezért megbocsássanak, de a Covid előtti állapotomhoz képest olyan 45-50%-os vagyok, és mivel a 45-50% az nem olyan sok, ezért ülve tartom az előadásomat. Ezért én elnézést kérek önöktől. Tehát, meg kell mondanom, mivel itt van a meghívónak a férje, ezért bátran bevallom, hogy egyik legfontosabb
indok, hogy elfogadtam az invitálást, ez a szép nő volt, aki nem csak szép, hanem hiteles felém, hogy az ő dolgát, amire lelkét ad, a szívvel, lélekkel csinálja. Tehát nekem nagyon fontos volt, hogy a meghívóm hiteles ember legyen, mert akkor hiteles embereket fog ide hívni. Én életemben soha semmilyen terméket, soha semmilyen vegyszert, gyógyszert, műszert nem propagáltam, most sem propagálom. Arra megvannak a szakemberek, és úgy hallottam, hogy nagyon jó a csapat. Én azért jöttem, hogy ezt beágyazzam, tehát segítsem önöket ahhoz, hogy valóban a természetben mindennek helye van. Ha én elfogadom, hogy a Teremtő Úristen teremtette a világot, akkor minden élőlény, élő és holt Isten akaratából jött létre. Tehát nincs ezt a butaságot, amit nekünk tanítottak, hogy hasznos állatok, meg hasznos növények, meg kártékony gombák, meg jó. Mindennek szerepe van, csak mi nem tudjuk, hogy mi a szerepe. Elmondok erre egy érdekes esetet. Önök zömmel nálam fiatalabbak, de talán annyi megmaradt, hogy Mao Tse-tung elvtárs, Nagy Kínának nagy első embere, ugye politikai döntést hoznak, most is vannak politikai döntések, amely ostobaságot mondtak a politikusoknak, azok meg továbbadták, de Mao Tse-tung elvtárshoz elmentek a tudósok, mert hogy éhínség volt. Ezért mit kell tenni? Megölni a verebeket, mert minden veréb élete során egy mázsa szemet fogyaszt el. Nosza, pillanatok alatt kiirtották Kína veréb állományát. Következő évben mi történt? A kukacok elöntötték az országot, és nem egy, hanem két-három mázsa volt a vesztes. Erre Mao Tse-tung elvtárs hívta a másik tudós csoportot, hogy most mit csináljanak? Hát importáljanak verebeket. Úgyhogy a világ minden részéről importálták a verebeket. Hogy én mire céloztam akkor, amikor önöknek azt mondtam, hogy ostoba politikusok, körbeírom. Hallották-e önök közül nehányan azt, hogy a COVID kórházi kezelése során a halálozást 80%-ban halált csökkentő gyógyszert fedeztek fel a magyar orvosok? Tegye fel a kezét, aki hallotta. Köszönöm szépen, legalább egy tanú legyen, semmi másért nem lett volna ez fontos. Tehát barkóbázunk. Milyen típusú gyógyszer ez, ami a kórházban a covidos betegek halálozását 80%-kal csökkenti? Szabad a gazda, bárki bármit mond, higgyék el, hogy nem tudnak olyan ostobaságot mondani, ami a végeredmény. Na, tessék már mondani, antibiotikum, kemoterápia, vitamin, speciális gyógyszerkeverék. Mi a fene ez? Mit gondolnak? Én megpróbálok mindig egy logikai sort felállítani. Tehát önök, ha nem szennyezik az agyukat ostobaságokkal, akkor logikusan tudnak gondolkodni. Ezt nem szabad elveszíteni. De ez döbbenetes. Kénytelen voltam megírni egy könyvet a Covid háborúról. Segítek a barkóvába, egy nagyon picit. Krisztus Urunk az Új Testamentumban 365 alkalommal mondja, hogy ne féljetek. A magyar tele van közmondásokkal, hogy mit okoz a félelem, halálfélelem. Halálfélelem, halál. Tehát
Ha eljöttem, szeretném önöket kérni arra, hogy ne nézzék a reklámokat. Én megszámoltam, a Kossuth, én nekem televízió nincs, Kossuth rádióban egy nap alatt, amikor a Covid volt, egy nap alatt 2600-szor mondták, hogy halál, halál, halál. Most egy kicsit elvitte a Covidról, meg az influenzára, az óriás sejtről a figyelmet, a háború, meg a török katasztrófa. De azért bebemondogatják, hogy most is fokozódik, júj, járvány. Akkor még egyszer visszamegyünk a... Hova megyünk vissza? Én az egész gomba történelmet hol kezdem? Egy francia sajtnál már nagyon korán észrevették a sajtot egyfajta penicillin érleli. Ugye ismerik a penicillin történetét, amikor ez a csodálatos ember a laborba kísérletezett, petri csészék, kis lapos csészék fedéllel baktériumokat tenyészett, azokat vizsgálta előről, hátulról, és egyik reggel bemegy, eltűntek a baktériumok. Hát mi történt? Megnézte mikroszkóp alatt, hát gombák foglalták el a helyét. Tehát a penicillin gomba az akkori idők legtöbb baktériumát megölte. És vírussal hogy volt? Vírusokból is egy keveset. Tehát fogadják el, hogy három fontos kórokozó, baktériumok, gombák, vírusok, ezek az alap és a protozónok, a kis állatok, amelyek mikroszkópos nagyságúak, de belénk tudnak menni, főleg a keleti, az ázsiai vidékeken, úgyhogy csak úgy közbevetőleg mondom, hogy aki elmegy ezekbe az egzotikus országokba, mi a legfontosabb gyógyszer? Mi? Ja, mintha jól hallottam volna. Pálinka. Tessék kimondani. Mi nem iszunk, egyáltalán nem iszunk, de a gyerekeknek is kötelező volt meginni júj, 2 cent pálinkát reggel a protozónokkal szemben, meg a fokhagyma. Fokhagyma. Tessék, ott vittük, egyre ezt nem rágott szét, de nyerde a fokhagymát. Tehát egyensúlyban van a gombák, baktériumok, gombák, vírusok egyensúlyban vannak. És akkor most mondom rögtön drága édes anyáknak, amikor a baba lázas, mit tesznek az édesanyák? Rögtön nyomják be a lázcsillapító kúpot, meg adják az antibiotikumot. Ennél rosszabbat nem tehetnek, mert a baktériumok és a gombák a vírusok ellenségei. A láz pedig a vírusoknak olyan, hogy tömegesen pusztulnak. Tehát 39 fokos lázig nehogy adjanak lázcsillapítót, és antibiotikumot meg azért nem, mert a baktériumok meg a gombák ellenségei a vírusoknak. Tehát ki kell várni. Meddig lehet kivárni? Miért csak 41 fokig, és nem 42 fokig? Vajon az itt lévők tudják ezt? Biztos vagyok benne, hogy nem tudják. Egy-ketten tudhatják, komoly orvosok. Ki tudja, hogy miért nem mehet 42 fokra a láz? Bocsássa meg, egy... Az igen, akkor, hogyha a láz magas, kicsapódik. De miért nem lehet tovább engedni? Mert 42 fokon nem csapódik ki a fehérje. Akkor elárulom. Van itt olyan idősebb hölgy úr, akit a nagymama kezelt, amikor lázas volt, nagy, magas láza volt? Csuklókra, homlokra és a hasikára, a májra állott vizes ruhát tett. Az igazság az, hogy a
vérben lévő fehérjék 43 fokon csapódnak ki. Csak amikor önök lázasak, itt, vagy szájba, vagy végvérbe a babának 42 fokot mérnek, akkor a máj 43,2 fokos. Ezért nem szabad engedni, több mint egy fokkal melegebb a máj, és ilyenkor állott vizes ruha, hideg fürdő, de ezt is nem magyarázzák el az orvosok, azt nem úgy kell csinálni, hogy a baba 40 fokos, és beleteszem a hideg vízbe, hanem beleteszem 40 fokos vízbe, és lassan hűtöm a vizet, mert a béka effektus rettentő fontos. Tudják-e mi a béka effektus? Többen bólogatnak, hála Istennek. Tehát egy békát, egy vödör vízbe beleteszek, ami most így, kora tavasszal, mondjuk 25 fokos, a béka azonnal kiugrik, mert meleg neki. De ha beleteszem a békát 10 fokos vízbe, és lassan melegítem, megengedi magát főzni. Tehát nem ugrik ki 45 foknál, 50 foknál sem. Tehát ez a hozzászokás nagyon fontos, ez egy negatív béka effektus, a picit lázcsillapításnál ugyanannyi hőfokú vízbe kell beletenni, ahány fokos a baba, és nagyon lassan hűteni. Nyugodtan lehűthetik 34-35 fokra, mert a maghőmérséklet 3-4 fokkal melegebb. Én verem a mellemet. Én olyan szakmát üztem, ahol a testet bizonyos műtétek során lehűtöttük, kitalálja ki, hogy hány fokra? Nem hiszik el? 4-5 fokra, az egész testet. A rutin műtéteknél annak idején, 20 évvel ezelőtt 20-22 fokra hűtöttük a testet, és a szívet pedig jég kásába helyeztük. 1-2 fokra. De nagyon fontos az, hogy a hűtés 1 fokot 3 perc alatt lehetett, szabad volt tenni. Tehát ha 37 fokról 7 fokra hűtöttük a testet, az 30-szor 3 perc, másfél óra. Ilyenkor semmiféle biológiai jelet nem tudtunk elvezetni, EKG, agyműködés, semmi. Tehát hideg volt, olyan hideg, mint a hűtőszekrénybe, ahogy tárolják a húst, meg a hullakamrába hullát. Most föl lehet tenni a kérdést, mi döntötte el, hogy operálok vagy boncolok? Hát az, hogy a lélek elhagyta-e a testet. Ha a lélek elhagyta, akkor az már holt test boncolás. Ezért rendkívül nehéz volt ezt elviselni, mert nem elég, hogy durván egy óra, másfél óra volt a leghosszabb műtét, amikor főütőér, nyakierek, cserére, billentyű, de a visszamelegítés még lassabb volt, 4 fokonként lehetett visszamelegíteni. Tehát 7 fokról 37 fokra, 30-szor 4 fok. Tehát csak a hűtés-melegítés volt több óra. Miért volt nagyon fontos, hogy az ember higgyen a műtétbe is? Ha én azt mondom önöknek, hogy én tudtam, nem tudtam, éreztem, ez se igaz. Valami egészen más volt. Amikor operáltam és elhagyta a lélek a testet. Ugye nagyon sok műtét során, rutin műtét során a lélek, ha elhagyja a testet, akkor még vissza is tud jönni. Volt olyan betegem, és egy nagyon érdekes történetek ezek, nem bonyolódunk bele, de egy a világot bejárta szenzációként egy asszonyt operáltak epehólyag műtéttel, és az közben
A műtét közben váratlanul meghalt. Újra élesztették, és sikeres is volt, és az asszony elmondta, hogy a fenti orvosi szobában ott van a műtéti program névvel, mindenkinek a neve, és hogy mivel operálják, és még azt is elmondta, hogy itt a lámpán, amivel világítottak műtét során, egy csavarhúzót a szerelők ott felejtettek a lámpán. Mindenki el volt ájulva. Hogy a fenébe történhet meg? Csak a probléma az, hogy ez az asszony vak volt. De minden úgy történt, ahogy elmondta. Tehát a lelke, és nekem is volt olyan betegem, aki 6 nap után tért magához, és megmondta, hogy mint a felvétel lett volna percről percre az eseményeket, azt is, hogy milyen csúnyát mondtak, ezzel győzött meg első pillanatban, hogy igazat mond, mert a csúnyát rám mondták ugyanis. Tehát a hölgy, hát mert hogy nem kellett volna megoperálni, úgyis meghal, most itt dolgozunk vele, már 5. napja, 6. napja, és itt van a nyakunkon a beteg. Nagyon-nagyon óvatosan bánok a szavakkal, mert az én legnagyobb fájdalomom az volt, amikor a beteget akár nemiségében, akár természetben megalázták. Tehát én nálam nem lehetett megbukni a tantárgyból, mert azt visszazavartam, és mondtam, hogy tanuld meg, nem büntetem a szüleidet, hogy ösztöndíjat ne kapjál. De aki nem tartotta be azt a szabályt, ha beteget vizsgál, ha felülvizsgál, alul takarja be. Ha alulvizsgál, felül takarja be. Mesztelen beteget nem akartam soha látni. Ugye? Most is beleborzongok, mert egy kedves barátom hozta haza az édesanyját 8 órán keresztül. Nem fektették le, infarktusa volt a betegnek. Tudottan koszorúér beteg volt. Nem fektették le, és jobbra mellette, meg balra mellette egy beteg meghalt, a másik beteg pedig nagyon nagy bajba volt. Az emberek csodákba hisznek. Csoda gombába, csoda kütyübe, csoda műszerbe. Egyetlen egy csoda van, higgyék el, ez az ember. Egy nagyon kedves költőmnek a versét felolvasom, mert mindennek helye van, és mindennel lehet gyógyítani a megfelelő időben, a megfelelő arányokban. Tehát igenis, hálás vagyok kolléganőnek, hálás vagyok kollégának és kegyelmetnek, akit csak innét láttam, de dicsérte a szervező, mert végigkérdeztem, hogy kicsoda, micsoda. Tehát nagyon-nagyon örülök, mert össze kell kapcsolni a modern orvostudományt a természetgyógyászattal. Nem közölték, hogy 2008-ban Kínában a WHO kongresszusán kimondták az ítéletet. A modern orvoslás zsákutcába futott. Vissza kell fordulni, és minél több természetgyógyászati segítséget kell kérni. Ha Kínába önök bemennek egy klinikára, én megteszteltem. Tehát én voltam Japánba, Kínába, és hittem is, meg nem is, amit mondanak. Bementem egy jó nevű klinikára, és megkérdeztem, hogy ez a bajom gyógyít. Igen, és ők visszakérdeztek. És milyen gyógymódot választ? Nyugati, az ősi keleti, vagy a kettő kombinációja? Hát természetesen a kettő kombinációja. Tehát azért olyan borzasztó volt, mert hosszú ideig nem fogadták el a természetgyógyászatot, mint tantárgyat. Önök nagyon jól tudják, én hiába harcoltam, mint szívgyógyász, és előadásokat tartottam, hogy milyen fontosak a
természetgyógyászati dolgok. Én egy híres orvos vagyok, mert én a betegeknek a gyógyszerei elvételével gyógyítok. Tessék elképzelni, volt olyan betegem, 16 féle gyógyszer szedett. Az egyik legaranyosabb történet, elmondom, víjogva jött a mentő a Városmajori klinikára, egy nagyon neves zenész családnak a női sarja, 20-at vert a szíve, természetesen 20 szívveréssel élni nem lehet, de meghalni sem. Tehát ha ez véletlen volt, azonnal beültettem a pacemakert, 2 nap múlva magához tért, tehát tudtam vele beszélni, a negyedik napra kitisztult. És akkor kérdeztem, hogy tessék mondani, milyen gyógyszereket szed? Általában szokták mondani, hát tudja, olyan pici, hosszikás sárga, meg olyan kerek, kicsi, de ez nem, ez egy intelligens nő volt, elővette a nylon zacskót, és azt mondta, ezeket szedem. 16 féle gyógyszer. Passziát játszottam. Balra tettem a jobbra ható gyógyszereket, jobbra tettem a balra ható gyógyszereket. Ezek a gyógyszerek egymást kioltották. Csak a vivő anyagnak a kellemetlen, rossz hatását élvezte. Tehát egyszer elvettem 10 gyógyszert. Teljesen elvenni nem lehet a betegtől, ezt a kollégák tapasztalják, mert ha minden gyógyszert elvesznek, vigyázat, ezért a természetgyógyászoknak okosság, nem szabad elvenni mindent, akkor is, ha tudja, hogy ártalmas. Mert a betegnek a bizalmát meg kell nyerni. Mert a gyógyítóba bízni, Istenbe hinni. Orvosba nem hinni kell, mert a bizalom, ha bízik magába és megteszi azt, amit javasol, akkor tovább lehet menni. Rövidre fogom. 5 év alatt minden mérget elvettem a hölgytől, 2 gyógyhatású készítményre váltottam. 16-ból 2 gyógyhatású készítmény. Na, ha ezt kitalálják, ne gondolkodjon, a gazdag volt a nő, ezért ő megtehette. 2-szer 1 pohár francia pezsgő, és 2-szer 1 banán, mert ugye 80 fölött már a székeléssel gond van. 2 pohár pezsgő, ha nagyon beteg volt, akkor 3, tehát, és ez nem vicc, 3 pohár pezsgő, 2, figyeljenek ide, 102 éves volt, amikor a pacemakert az utolsót beültettem. Hoppá, 22 gyógyszer szedett a kedves beteg, amikor eljött hozzám. Tehát én több ezer kísérletet végeztem, azért több ezer, mert a patkányokon, meg az egereken nagyon sokat, de disznókon, majmokon, kutyákon, macskákon, patkányokon több ezer állat kísérletet végeztem, de egyetlen egy állat nem bír ki annyit, mint az ember. Ezt komolyan mondom. Ezek a gyógyszerek, tehát az a döbbenet, ja, ugye nyilvánvalóan azért jönnek vissza hozzám, mert kiszámoltatom, hogy mennyibe kerül a gyógyszer, amit a patikába megvesz. A telefon nyugodtan használja. Valamikor még annak idején, mikor a bunkofon elszaporodott, akkor mondta, hogy kapcsolják ki a telefont. Már nem mondom, mert mondtam, hogy kapcsolják ki a telefon, mert engem zavar. Erre tartom az előadást, körülbelül ennyien vannak, és egyszer csak csörög a telefon. Az első sorban lévők néznek egymásra, mert közel voltam az első sorra. Igen ám, de ilyen bizgátoros telefon volt, úgyhogy lehetett látni, hogy remeg a zsebem. Én voltam az, aki elfelejtette kikapcsolni. Ezért soha nem mondom, hogy előadás előtt kapcsolják ki. Azt viszont mondom, hogy legyenek egymással türelmesek, mert ideges, mert azt hitte, hogy kikapcsolta, és nem találja a gombot, hogy melyiket kell megnyomni. Ezért nyugodtan gombolja. Így. Nagyon fontos, emlékeznek rá? A COVID halálozását csökkentők? Mi olyanok vagyunk, mint egy 3 lábú szék. Test, lélek, szellem.
mindegy, hogy melyik láb törik el, fölbillen az egészség. És ugye annak idején az egyetemen tanítjuk, hogy a placebo hatás a kábító fájdalomcsillapítók során, ugye a kábító fájdalomcsillapító morfin és származékai 66%-ban csökkentik a fájdalmat. Én például, nekem adhatnak akármennyit, rám nem hat. De a 66%-nak a fele mi? Placebo hatás. Magyarul hiszi, hogy segít, ezért hat a fájdalomcsillapító. Ezért a legnagyobb bűn lenne, ugye ahogy a orvos kollégák lekezelőleg beszélnek mondjuk az önök tudományáról, mert ha hat, ha hasznos, akkor legalább a placebo hatás maradjon meg. Tehát nem, a kérdés az, hogy tudnak-e vele bajt csinálni. Ez az egyetlen kérdés. Ha nem, akkor szigorúan tilos ellene beszélni, mert elveszi azt a hitet a gyógyítóba, a gyógyszerben, vagy a jelen esetben teljesen mindegy, hogy milyen természeti anyag a természetes anyagokba, és fogadjuk el még egyszer. A teremtő úgy teremtette a világot, hogy a betegségekre megvolt az ellenszer is. A természetben, nem a biokémiában. A biokémiai gyógyszeres hatások rendkívül veszélyesek, mert soha nem volt gyógyszer, gondolják el, megint példát mondok. Mennyi penicillint kell adni az érzékenynek, aki penicillin allergiás, hogy bajt okozzon? Mennyi penicillin? Egy molekula elég, mert belehalhat. Pedig miért? Mert ez a mesterséges penicillin. Tehát gyárilag állították elő. A természetes penicillin nem tud halált okozni. Ezért a természetes gyógyszerek, amelyek nem szeretem, ugye a vörösborra szoktam mondani, hála Istennek van néhány férfi is, és a vörösbor, pláne az enyhén kopaszodó, enyhén őszülő férfi embereknek gyógyszerként hat a vörösbor. Mert mi van benne? Resveratrol. Részvera ékezet nélkül, resveratrol. De ugye 4 deci vörösbor gyógyszer. Azon fölül már orvosság. Az, ugye benne van a szóba az orvos, hát orvul támad, orvos lás. A gyógyító az egy teremtőtől kapott ajándék. Mindenkiben ott van ez a képesség. Csak használni kell, tanulni és tanulni. Mit nem szabad tenni? Lemondani arról, hogy éljünk. És az itt lévő őszhajóknak mondom, hogy önök azért élhetnek, mert ha van unok, akkor van miért élni. Én meg kell mondanom, hogy soha ilyen örömöm, mint az 5. unokámban nem volt, és minél több unoka van, annál több kapaszkodó van az életbe. Mert ugye jönnek hozzám, jaj, professzor úr, csak hogy járja ki az iskola, jaj, hogy leérettség, jaj, hogy az egyetemet. Addig még élnek, tudnak segíteni. Tehát kedvenc versem, órát keresek, itt van az órom előtt. Tehát egy György László nevű ember gyönyörűen fogalmazta meg az embert. Fura szerzet az ember. Ez a vers címe is. Értsétek meg végre már, törékeny az igazság, mint az üvegpohár. Ember, ember felett, ember dolgok felett igaz szívvel ítéletet nem tehet. Emberségünk naponta megalázzuk, a történelmet
csak magyarázzuk. A látókra, igazat akarókra, költőkre és egyéb írástudókra ezred évek óta már Kasszandra sorsa jár. Hiába feszítette keresztre magát a múlt, jelenünk ebből mit sem tanult. Értsétek meg végre már, törékeny az igazság, mint az üvegpohár. Fura szerzett az ember, csodákra termett, de parancsra sárba fekszik, megöregszik, és nem mer hinni a csodákban, fél a sötét szobában, Istenhez menekszik, hogy űzni el a sötétet, és nem is sejti, hogy Istenről már rég lekésett. Fura szerzett az ember. Rombol és teremt, égig ér a vágyban, de saját magában, a legszebb csodában, hinni nem mer, szánnivaló, védtelen, miként a mesztelen csiga. Hagyja, hogy álmait hétköznapokká tapossák, szivárvány szemét szürkére mossák, s lenyesség szárnyait. Fura szerzett az ember. Teremthetne egy új világot, emberszépet, nagyszerűt, de meghal inkább, mert az egyszerűbb. És nehogy azt higgyék, hogy nem ezt tapasztalom. Elmondom, ennek alátámasztására az egyik leggyönyörűbb esetemet. Egy dunói városi középkorú asszony, még városmajorba a főnökön Szabó Zoltán professzor operált, és én már a Hajnal Imre Egyetemen voltam professzor, és telefonálnak délután, hogy mondják a nevét, ez a dunói városi hölgy, behozták, halálán van, és a telefonáló orvos, fiatal orvos tanítványom volt, hív, hogy hát leküldeni a hegyről, de hát azt mondta az ő professzora viziten, hogy már nem érdemes sehova küldeni, mert a mentőben meghal. És mondta a kolléga, hogy itt van már 3 órája, és nem halt meg a beteg. Hát mondom, küld le. Már tubuson volt gépi lélegeztetéssel, és ugye a kollégáimmal, ez délután volt olyan 5 körül, kollégáimmal oda mentünk az ágyhoz, és magánál volt, tehát én kérdezgettem, hogy akarja-e a műtétet. Intett, hogy nem. Hát mondom, akkor mégis legyen műtét, vagy legyen, mondom, miért a családja? Lánya, fia, gyerekei? Nem. Unokája? És erre megjelent a könny a szemébe, és bólintott. Megígértem neki, hogy én megoperálom, de nekem segíteni kell, és én nem fogom elhagyni, de ő se hagyjon el engem. A kollégáim, akik körülöttem voltak, jó szakemberek voltak, és mind azt mondták, hogy nem szabad már megoperálni. Történet folytatódik. Megoperáltam, a műtét sikerült. Sikerült levenni az asztal, műtőasztalról, intenzív osztályra szállítani, gépi lélegeztetés. Az első nap a súlyos betegeket még géppel lélegeztetjük, másnap reggel megpróbáltuk ébreszteni, és a beteg nem volt ébreszthető, kómában volt. Ilyenkor hívunk egy nálunknál okosabb szakembert, neurológus, ideggyógyász, az ideggyógyász, agyuntus nő megvizsgálta, és mondta, hogy agytörzsi szinten van a baj, ha agytörzsi szinten van, abból már nincs élet, és várhatóan 1-2 napon belül a nyúlt agy beékelődik, és leáll a légzés is. Ja, másnap a beteg nem halt meg, nem ékelődött be. Erre hívtam a docensnőt, hogy vizsgálja meg, megállapította ugyanazt, na, 3. napon elég már, hívom a professzort. Professzor jön, és mind a 3 ugyanazt írta le, a betegnek esélye nincs arra, hogy visszatérjen a kérki funkciója, de még arra se, hogy éljen, de a beteg, képzeljék el, nem halt meg. Az 5. nap már nem hívtam senkit, a 6. nap meg magához tért. De nem úgy tért magához, hogy
lassan, mint a villám, és pillanatok alatt ki lehetett venni a 6 napja benn lévő csövet, ami az ő hangszalagjai között volt, és ilyen nagyon-nagyon kérges hangon mondta, hogy köszönöm szépen, professzor úr. Mondom, mit köszön? Hát az, hogy mindig eljött hozzám, és biztatott, hogy ne adjam fel. Mondom, ez honnét tudja ez? Hát eszméletlen volt. És mondott valamit, amit nem értettem, hogy tudja, a legnehezebb az első alkalommal volt, amikor vizitelt, és amikor elment vizitről, azt mondták a két intenzív osztályvezető, most kibetűzöm, mint a televízióban, hogy ez a F... professzor, mondtuk, hogy ne operálja meg, most megoperált, és itt lesz nekünk napokig, haldokolni fog az intenzív osztályon. A kolléganők tudják, hogy mit jelent ez. Az a baj, tudja, ha leírja egyszer az ideggyógyász, hogy reménytelen, úgyis bánnak vele. Ja, meg még mondják is, úgyis bánnak, úgy, és bátran beszélnek, hát eszméletlen, kómában van, soha nem fogja meghalni. Fölmentem a szobámba, és akkor döbbentem, álljam meg a menetet. Mondta valaki, hogy én oda jártam minden nap. Minden nap reggel vizit után beszélgettem vele, megfogtam a kezét, simogattam az arcát, a fejét. Majd délbe és este is elmondtam, hogy én nem fogom elhagyni önt, ön ne hagyjon el engem. Bírza, magához fog térni. No, ez most mit mutat? Hogy? Hát nagyon fontos nekem, még van mondandóm, csak mit mutat? Ez a legdicséretesebb, nagy betűkkel, hogy lehessen látni. Miért? Mert van egy mondás közbevetőleg, hogy aki egy óránál tovább beszél, az egyéb aljasságokra is képes. Ugye annak idején, mint szívsebész, én nagyon pontosan kezdtem az előadást 8 órakor, mert műtőbe kellett menni, soha egy másodperccel tovább nem tartottam az előadást, mert tiszteltem, az idő a legnagyobb úr. Egyetlen dolog, amit nem lehet visszaadni, amit elveszek mástól, azt én nem tudom visszaadni. Tehát nagyon-nagyon jó. Csak azt nem értem, hogy... Mit nem értek benne? Igen, szerintem le van lassítva. Lassabban számolja a másodperceket. Tehát, visszamentem a betegekhez, mondom, ne haragudjon, nem értem. Azt mondta, hogy én itt voltam, meg simogattam. A beteg a másnapi reggeltől, amikor a gyógyszereket elhagytuk, és azt mondta, hogy kóma, másodperc pontosság, vagy perc pontossággal beszámolt arról, hogy mikor jelentem meg, mit mondtam, mit mondtak a nővérek meg a doktorok, és mint egy filmet végigpörgetett nekem. Hát mondtam, ilyen nincs. És mondom, hát ne haragudjon, a nagy teremben óra se volt. A kis teremben, az intenzív osztály kis termében volt egy óra bal felső sarokba, ő meg a fal mellett, 2 méteres teli fal mellett feküdt. Hát mondom, nem, meg le volt dugva a szeme, be volt dugva a füle. Hát mondom, ne haragudjon, hogy mondhatja azt, hogy hány perckor, hogy én láttam az órát. Hát nem lehet átlátni a falon. Megmondta, hogy a nagy kórteremnek a felső sarkából csak onnét ott volt, és onnét látta magát és az órát. Én ezt el nem hittem, behozattam a 2-es létrát, fölmásztam. Nem vicc, onnét, abból a pontból lehetett látni az órát. Tetszik érteni? No, ez a nő dunaújvárosi volt, és tudtam, hogy nem Isten hívő, és ugye most is megkérdeztem, hogy találkozott el a jó Istennel, és mondta az asszony, hagyjon engem békét az Istenem,
magának elfogadtam, hogy meg tud operálni. De mondom, hát akkor hogy tudja magyarázni mindezt, ami történt önnel? Válasz, én nem akarom magyarázni, én csak elmondtam önnek. A történetnek nincs vége. És megint borzongok, ha rá gondolok. Már ugye Zalaegerszeg, Pécs, eltelt majd 20 év, amikor telefonálnak, hogy ezt mindenki ismerte ezt a nőt, hozzák ott a hölgyet Dunaújvárosból tüdőgyulladással. Ez egy tüdőgyulladás előfordul. Megérkezik a hölgy, így beszélek vele, hogy önökkel, és mondom, hogy egy-két nap, és kezelés után helyre fog jönni. Mire a nő? Nem, professzor úr, én meg akarok halni. De mi az, hogy meg akar halni? Ennyit küzdött. Én meg akarok halni. Elmondta, mert rákérdeztem rögtön, hogy miért akar meghalni. Fiatal hölgyek és urak, középkorúak és idősek. Tudják, mi volt az oka, hogy nem akart élni tovább? Egy éve nem látogatta az unokája. Két nap múlva a gépre került, és mint a sitty, úgy meghalt. Ezért nagyon kérem önöket, hogy soha ne adják fel. A Teremtő Úristen azt fogadja be, aki elvégezte a munkáját, baleset előfordul, de az élethez való kötődés az élőkkel történik. Én annak idején szerettem volna, ha legalább a Pécsi Egyetemen az orvosi esküt megváltoztatnánk. Ugye itt vannak a kolléganők, vagy valahol a kolléga urak is. Arra esküszünk a hippokráteszi esküben, amit már másnap megsértünk. Mert ugye hólyagot nem metszünk, és az urológus mi a fenét csinál. Számos olyan tétel, egyharmada a hippokráteszi eskünek a tudomány állása szerint mi másképp csináljuk. Nővérek is, ők is esküsznek. Tessék megfigyelni az én orvosi esküm, ami nem más, mint a 12. században a kordobai orvosi egyetem jeles professzora a Rám kódexből való Maimonides, az orvos imája. Tessék ezt meghallgatni, van-e benne egyetlen egy olyan mondat, utalás, amit meg kellene változtatni a 12. századtól. Ugye ilyen íromány van, Mózes 10 parancsolata, de az orvoslásnak az esküjét én így gondolom. Mielőtt belekezdenék szent munkámba, meggyógyítani a te teremtményeidet, hozzád fohászkodom a te magasságos székedhez, adj nekem erőt, bátorságot, energiát, hogy munkámat teljes hittel végezhessem, hogy meggazdagodási vágy, valamint a vágy, hogy minél híresebb nevű legyek, ne kápráztassa el szemeimet a helyes út meglátásától. Engedd, hogy felismerjem körülöttem mindazokat, akik tanácsomat jönnek kérni, mint olyan valakitől, aki nem tesz különbséget, gazdag, barát, jó vagy rossz között. Add, hogy a bajba lévő emberben csak az embert láthassam. Ha nálam nagyobb tudású orvosok akarnának közelebb hozni éles látásukhoz, tudásukhoz, adj nekem erőt, hogy tanulhassak tőlük, mert az orvosi tudománynak nincs határa. Csak az igazság fénye vezéreljen engem, mert a legkisebb engedmény szörnyű szerencsétlenséget és betegséget hozhat teremtményeidre. A tiszta lelkű igazak nem panaszkodnak a rosszra,
hanem erősítik az igazságot. Nem panaszkodnak a hitetlenségre, hanem erősítik a hitet. Nem panaszkodnak a tudatlanságra, hanem fokozzák a tudást. Tudják, én 1400 oldalból szűkítettem le 400 oldalra. Ez a legfontosabb könyv, soha ilyen könyv nem született magyar honba, mert igen kényes témákat az orvosok kerülnek. Reinkarnáció. Hányan hisznek a jelenlévők közül az újraszületésbe? Annyira büszke vagyok magukra, mert bátrak. Tetszik érteni. Volt valószínű olyan is, aki hisz, de nem meri föltenni a kezét. A 13. századik, a mi, ugye akkor nem volt még darabokra szaggatva a Krisztus hit, tanították. Hát hiszen Krisztus, ugye hogyan képzelhető el, hogy majd egyszer a világ végén valamennyien találkozunk. Ez a húsvér test, ez elporlott. Nem tudom, hogy vannak-e erdélyi emberek önök között. Erdélyi származású. Tehát ha temetőbe kivisznek bennünket, akkor mit mond apa? Porból lettél, porrá lészel. Ez eredetileg nem így szólt. Földből lettél, földből étél, földdé lészel. A középső rész nagyon fontos, azért, mert ha a földnek a tisztító hatásán nem megy át állat, ember, növény, akkor az fertőzéshez vezet. Ugye bizonyára hallották, hogy ez a kerge marhakór miért is jött? Azért, mert ugye az ember tudta, hogy a baktériumok, gombák, vírusok elpusztulnak a protozónok 180-200 foknál, de a prionok nem. A prionok nem. És a prionok átvételével jött a kerge marhakór. Ezért a természetben, mert igenis szeretnék egy nagyon-nagyon picit visszautalni a mai önök által szervezett találkozóra, tanítsák egymást. Ugye vannak olyanok, akik az orvostudománnyal megpróbálják összekapcsolni, vannak olyanok, akik nagyon erőteljesen beleássák magukat a természetgyógyászba, és vannak olyanok, akik mindezt szervezik. Elnézést kérek, azért a fiúkra nem mutatok, mert a lányok jobban tetszenek még mindig. Tehát igen. Igen, ilyen ósdi ember vagyok. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne engedjék magukat becsapni. Van a Teremtőtől kapott józan gondolkodó képességük. Olvassák el, beszéljék meg, és ha én elmondanám önöknek, hogy az orvos tudományért adott Nobel-díjak 30%-án a általános iskolások is nevetnének, olyan ostobaság, mert közben a dolgok haladtak. A természetgyógyász sok ezer éves tapasztaláson alapszik. Nem lehet a tapasztalást nélkülözni, soha nem lesz a Földön olyan gyógyítás, ahol a tapasztalást nélkülöznék. Hogy aztán ez milyen jellegű, milyen gyógynövény, hát meghalt ez a kedves, jó szavú Gyuri bácsi, bizonyára önök többen hallottak róla, a pirisi természetgyógyász. Nem pirisi. Nem, milyen, hol? Büki, nem pirisi, így van. Azok más természetgyógyász. A büki természetgyógyász, a lánya egy rendkívül okos kereskedelemben járatos, tehát, de Gyuri bácsi nem pénze ment, hanem
gyógyításra. Önök vigyázzanak a minden gyógyszer, minden olyan gyógynövény, amit soha nem vettek be, az minden emberen kipróbálás. Csak mi a különbség? A gyógyszernél bevesz egy szemet, és abba belehalhat. Olyan gyógynövény nincs, ha gyógynövény is nem méreg, ugye, milyen kalapos gomba, amitől meghalnának. Tessék, ismeretekre szert tenni, ha bizonytalanok, mindig kérjenek tanácsot, mert erre hivatkozik az exakt orvostudomány, hogy lám milyen bajt csináltak. Hát lám, ha sorra vennék, hogy hány ember halt meg műhiba miatt, nem hiszik el, hogy milyen számok lennének. Egy példát mondok, Svédországban műhiba miatt 50 ezer per van évente, nálunk 500. Ennyire jól gyógyítunk? Nem, ennyire félnek az emberek, és értelmetlen belemenni, mert összezár az orvoskar. Orvosnak lenni nagyon nagy felelősség, de még nagyobb felelősség gyógyítónak lenni. Orvos tehet, ez megvédi a doktori címek, megvédik a többi orvosok. Önök védtelenné válnak, ha hibát csinálnak, ezért ne hibázzanak. Az idős embereknek, hála Istennek, hogy itt középkorúak meg fiatalok is vannak, de van nekem egy, hát édes Szofikám, a menyemet kérem, hogy a harmadik könyvből szeretnék olvasni, azért, mert annyira kedvesek, és köszönöm, édesem, azzal fogjuk befejezni. Erre gondoltam, szívigem. Tehát, amit mondtam a félelemmel kapcsolatban, egy barátom kigyűjtött a leggyakrabbakat, emlékeznek, beszéltünk róla, hogy milyen oltást adtak be a kórházba, ezt még nem is mondtam, ugye? Na, milyet? Nyugtatót. Bizony, képzeljék el. Csak az a baj, hogy a nyugtatók egy része a légzést is deprimálja. És ezért meg kellett találni azt a nyugtatót, ami a légzést nem deprimálja. De ugye néhány kiragadás halálra rémült. Félelmében azt sem tudta, fiú-e vagy lány. A félelem megeszi a lelket. A félelem rossz tanácsadó. A félelem eszét vette. A félelemtől nem látja a napot. Antidepresszánsoknak hívjuk a félelemtől való szabadulást, de nagyon meg kell válogatni. Ne kezdjék el szedni, csak úgy, csak ha az orvossal konzultáltak. Elfogja a halálfélelem. És itt megint inkább tegyék meg azt, hogy a természetgyógyászati szerekhez fordulnak, mert attól bajuk nem lesz. Jó? Ami ugye tudniuk kell, hogy az első háborúban 10 millióan haltak meg. Az azt követő influenza A spanyol náthába több szám van a legkésebb 30 milliótól 100 millió. Csak hogy akkor a Föld lélekszáma 1,8 milliárd volt. Abból meghaltak minimum 30 millióan, most pedig a 8 milliárdból mennyien haltak, még nem ért el a 8 milliót. Tehát a 8 milliárdból 7 milliárd valamennyien. Ebből következik az, mert ezért írtam le, az, hogy félelmet keltenek, az a halált okozhatja. De mit kell tenni, hogy ne halljanak meg? Mit kell tenni fizikailag, szellemileg, lelkileg? Ezt írtam le ebben a könyvemben. Ebben a könyvemben pedig egy ilyen irodalmi búcsúzást veszek önöktől. Ez két könyv. A szívünk titkai az egyik,
a másik pedig a szív, működés és vérkeringés új elmélete. Vigyázzanak, mert ez körülbelül olyan evidenciát döntök meg, hogy a középkorban elégették mágián azokat, akik azt mondták, hogy a nap körül kering a Föld. De azért a nap körül keringett a Föld. Az, ahol a tudományos éjszak, hogy a Föld körül kering a nap. Legalább ilyen evidencia, ostobaság a szívműködés 400 éve tanított formája. Aki igazán arra kíváncsi, hogy mit is tanítottak, ezek a Sir William Harvey volt az, aki ezért megkapta a szőrséget. Olyan ostobaság, hogy 10 éves gyereknek sem lehet beleverni a fejébe, ha csak nem tiszteli annyira a tudományt. Én akadémiai doktorként az akadémián a kardiológusoknak, belgyógyászoknak, kórélettanászok, élettanászoknak, mint egy 250 akadémiai tagnak elmondtam, hogy mi van, de addig még az akadémia nem változtatja meg, addig minden hivatalos személynek, tehát tanító tanárnak, egyetemi tanárnak úgy kell tanítani, mert ez a ugyanolyan, mint a vallásban a dogmák. De nem ezzel búcsúzom, hanem Várnai Zsenit valószínű sokan ismerik önök közül. Ő egy rendkívül érzékeny zsidó asszony volt, és Várnai Zsenire változtatta a nevét. Gyönyörű verseket írt. Az én kedvencemet most fogom olvasni, és ezzel búcsúzom, de kérésem lesz. Amint befejeztem, egy perc néma csönddel ajándékozzanak meg engem. Az egy perc alatt mindenki gondoljon arra, ami az életében legfontosabb, és kérje a Teremtőt, aki nem hisz Istenbe, az pedig kérje a mindenséget, hogy legyen meg az ő akarata, béke legyen, legyen vége a háborúnak, hogy az önök unokái, gyermekei ezt ne éljék meg soha. Tehát Várnai Zseni, szolgálj szívem, mondtam, 5 infarktusom és 9 beavatkozás volt a szívemen. Csak kitartás, biztatom magam, még futni kell, még minden messze van. Szolgálj szívem még egy kicsit nekem, jaj, meg ne állj az úton hirtelen. Sok a dolgunk még, s nem mutathatom, hogy a harcot már nem bírom nagyon. És este, ha ágyamba roskadok, érzem, nagyon, nagyon fáradt vagyok. Kicsit nehéz volt, jól tudom szívem, elkoptunk. De ne sejtse senki sem, higgyék csak azt, az óra jól ketyeg. Nem irgalmaznak ám az emberek. Csak hajtsd a vért, arcom piros legyen, frissen induljak minden reggelen, csak én tudom, ha ágyba roskadok, estére már milyen fáradt vagyok. Szemem árkos, s ajkam szögletén a két vonás már mély lett és kemény. Sokat sírtam, eső után a föld ilyen barázdált, csapzott, elgyötört. De ha mosolygok, mintha a nap kigyúl, arcom hegyvölgye lágyan kisimul, csak este, ha ágyba roskadok, érzem megint, nagyon fáradt vagyok. Csak kitartás, kip-kopp, pontosan, holnap sikerül megint biztosan, a félúton szívem, jaj, meg ne állj, kip-kopp, tovább is híven kalapálj. A hegynek föl kicsit nehéz az út, szív kell hozzá, de aki odajut, a csillagok közt csillagként ragyog. Csak este oly fáradt vagyok. Sohasem pihentem, nem volt rá jogom.
most megállok, s felfohászkodom. Ó Istenem, kicsit még el ne hagy, szegény szívem, te meg szaladj, szaladj. Csak kis kitartás, még egy hős iram, fussunk dalolva bátran és vígan, de este már a dal is csak dadog. Altassatok el engem, csillagok. Mindannyian elalszunk, de nem mindegy, hogy mikor és hogyan. János apostol életének utolsó 10 évében összesen 2 szót ejtett ki a száján. Soha többet. Test, lélek, szellem univerzális gyógyszerét. Mit mondott János? Szeressétek egymást. Szeressétek egymást. Ez az egyetlen univerzális gyógyszer, és ezt az 1 percet pedig ajándékozzuk meg, de még mielőtt ezt mondom, köszönöm a meghívómnak, köszönöm a jó Istennek, hogy megengedte, hogy eljöhessek, a segítségért, a technikai hibátlanul zajlott le. Köszönöm szépen önöknek, hogy megtiszteltek. Köszönöm a csendet. 1 perc néma csend. Ki van írva, hogy vége. Még egyszer köszönöm, hogy megtiszteltek. Ott az a gyönyörű hölgy hátul, ő az én kismenyem, aki a könyveimet segít. Én nem adok el könyvet, mert én nem adok el könyvet. De ez a jó szokásom. A fiam szokta volt, de a fiam külföldön van, ezért a menyem adja a könyvet. Egy kérésem van, hogy ne kívánjanak többet, én 2 szót írok be szeretettel, és aláírom. Ennyit teszek, aki vásárol könyvet. Jó, Isten áldja neked. Nem tudom, van még program? Nem, a zárás fog következni, viszont én szeretném professzor úrnak megköszönni, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez volt a leggyönyörűbb, ez a csend, drágáim. Higgyék el, hogy ennél nagyobb ajándékot nekem nem adhatnak. Csend. Ugye Isten is azt mondta, béke és csend legyen ebbe a háborúba. Csend. Csend. Béke és csend. Hálásan köszönöm, mert áttört a szokásjuk. Köszönöm a tapsot, de kérem, ha nem muszáj, akkor ne üssék össze a tenyerüket. Jó? Ez, igen. Én már kaptam ilyet, és itt vagyok. Kipróbáltam, mondta, ha megeszem és nem tudok eljönni, akkor ez ennyi. Úgyhogy én kaptam ilyen kárt, és kipróbáltam, és finom volt. Jó, finom volt. Köszönöm. Köszönöm. Párom visszakísérjen meg a megköszönöm. Igen.